Köszöntöm nézőinket! A 2023-as év első várpalotai újszülöttjét otthonában, szülei és testvérei társaságában köszöntötte az elmúlt csütörtökön Campanári Talabér Márta, városunk polgármestere. Sok szeretettel köszöntünk, mint az év első várpalotai újszülöttjét. Hoztunk neked mindenféle szépeket. Szép hagyomány Várpalotán, hogy a település polgármestere immár 13 esztendeje minden januárban köszönti az év első újszülöttjét. Idén Fodor Diana az első palotai baba, aki január 1-én 22 óra 40 perckor született meg a Székesfehérvári Szent György kórházban. 49 cm-rel és 3650 g-mal jött a világra. A 30 éves édesanyjának, Fodor Bankó Diánának, ő a harmadik gyermeke. Két bátyja, a 3 éves Zsoltika és a 4 éves Lacika, valamint édesapjuk Fodor László is nagyon várta már érkezését. Várpalota polgármestere szépen felújított tágas Bátorkő utcai otthonukban látogatta meg a családot, s köszöntötte őket gyermekjátékokkal, egészségügyi csomaggal, némi édességgel és egy palack borral. Szerencsére könnyű és gyors szülés volt. Este 9:30-kor vették fel az osztályra a várpalotai édesanyát, s 22 óra 40-kor már világra is jött a kis Diana, aki már most a bátyjai, s természetesen büszke édesapja szemefénye. Fodor László egyébként lelkes hobbi kertész is, mintegy 40 tő rózsát ültetett és gondoz társasházok körül, a lakosság és az arra sétálók legnagyobb örömére. Egy sikeres taópályázatnak köszönhetően mintegy 32 millió forintból újult meg a Gál Gyula Városi Sportcsarnok küzdőterének világítása. A jelenleg hazánkban elérhető legmodernebb energiatakarékos LED fénytechnikát a Magyarország Kenguru és Gyermekkosárlabda Bajnokság várpalotai fordulóján adta át Campanári Talabér Márta polgármester. A Balatonfüred és a Dunavecse U12-es korosztályú kosárlabda csapatai mérkőznek meg egymással a Magyarország Kenguru és Gyermekbajnokság negyedik fordulóján. Várpalota mellett Székesfehérvárról, Füszfőről, valamint Veszprémből érkeztek a fiatal kosarasok az egésznapos versenyre, hogy összemérjék erejüket a Gál Gyula Városi Sportcsarnok küzdőterén, melyet mostantól teljesen új, 21. századi elvárásoknak megfelelő fénytechnika világít be. A világítás korszerűsítése a Turisport Nonprofit Kft. És a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége együttműködésével mintegy 32 millió forintból valósult meg. A fejlesztés összegének 70%-át TAO-s támogatásként a Partner Depónia, míg 30%-át a Palota Sport Nonprofit Kft. Biztosította önerőből. Az új világítást Várpalota polgármestere Campanári Talabér Márta avatta fel ünnepélyes keretek között. A jelenlegi Magyarországon lévő legmodernebb világítást kapta meg a csarnok, és ez a mostani energiaválságos időszakban különösen fontos. Erre igyekeztünk az intézményeinknél is nagy hangsúlyt fektetni az elmúlt időszakban, hogy minél több pénzt tudjunk megspórolni, és nagyon örülök, hogy most sikerült ezt megvalósítani a sportcsarnokban, hiszen nagyon fontos volt számunkra, hogy a sportcsarnokot nyitva tudjuk tartani a jelenlegi helyzetben, hogy a sportolni vágyó fiatalok, meg kevésbé fiatalok is tudják használni, és ez egy nagyon fontos hozzájárulás ahhoz, hogy minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani egyfelől, illetve hogy minél kevesebbe kerüljön. A kivitelezési munkákat egy várpalotai cég végezte. A munka során a szakemberek kicserélték a régi vezetékeket, és összesen 70 darab korszerű energiatakarékos lámpát szereltek fel a régiek helyére. A modern világítás technika programozható vezérlőtáblával is rendelkezik. A mostani felkerült izzók, ezek ledes lámpaizzók, körülbelül a felét fogyasszák az előző lámpatesteknek, és a fele teljesítményből nagyobb lux mennyiséget tudnak biztosítani. Tehát mondjuk, hogyha van egy mérkőzés, akkor jobb fényviszonyok vannak a sportolóknak. Természetesen ez mondjuk a sportolónak nagy segítség. Illetve a régi rendszer nem volt könnyen irányítható. Ez programozható, tehát van rajta egy 8 program, amit gombok megnyomásával különböző világítási programokat lehet vele szabályozni, lehet egész pályát, félpályát, kosárlabdapályát,
hogyha van fellépés, akkor a színpadvilágítás. Tehát mindenképpen nem csak a sportolóknak jó ez a fejlesztés, hanem nekünk itt dolgozóknak és a termet igénybe vévő egyéb használóknak is. A Gágyula városi sportcsarnokban rendszeresen zajlanak különböző fejlesztések. Egy nemrégiben elnyert pályázatnak köszönhetően a déli oldal kivételével új energiahatékony nyilászárókat kapott az épület. Mindemellett folyamatosan újítják az öltözőket is. A tervek szerint tavasszal kibővül a sportpálya felüli bejárat előtere, de a teljes déli oldal is átesik majd egy komplett nyilászáró cserén. Az új ablakok és ajtók gyártását már elkezdték, a beszerelési munkák a mérkőzések szempontjából nyugodtabb időszakban, május közepén kezdődnek el. Az APA Világ Alapítvány által benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően tavaly nyáron megújult Inotán az önkormányzat tulajdonában lévő játszótér, amelyet újabb eszközökkel és növényekkel is bővítettek. Beszélgetéssel, gyermekjógával és persze sok-sok játékkal avatták fel a megújult közösségi teret. Az APA Világ Alapítványt 2019-ben azért hozták létre, hogy a szervezet munkája által hozzájáruljon a családok szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Ennek első állomása az Inotai faluház mellett található játszótér megújítása. Az alapítvány sikeres pályázatának köszönhetően 5 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el az új gyermekbirodalom. Ennek a játszótérnek több a felújításnak több eleme volt. Első körben egy leromlott állapotú, életveszélyes pincéépületet kellett elbontanunk, illetve a hozzá kapcsolódó kerítés szakaszt kiváltani egy új kerítéssel. Az új kerítésre olyan kültéri molinókat helyeztünk, amik 2019-ben a faluházban már kint voltak. Mindegyiken inotai fényképek találhatóak. Ezen kívül 6 darab nagy játszóeszközt telepítettünk, és több kisebb játszóeszközt tudtunk vásárolni, focikapukat, focilabdákat. A projektet zöld felületfejlesztés is kiegészítette, 4 darab koros, nagyméretű mezei juharfát tudtunk ültetni. A mostani alkalom a legjobb példája annak, hogy milyen a valódi civil kurázsi, mondta el Campanari Talabér Márta polgármester a játszótér megnyitóján. Én nagyon bízom benne, hogy akár az APA Világ Alapítvány, akár más várpalotai helyi civil szervezet hasonlókat fog még tudni megvalósítani az elkövetkezendő időszakban, illetve hadd vetítsem előre, hogy ugye nem játszóteret, de egy másik közösségi teret szintén a közeljövőben fogunk átadni, a már meglévő közösségi konyha mellett, némileg hasonló funkcióval, hát tovább bővítjük azon helyszíneket, ahol a várpalotai a kicsik és nagyok együttesen jól tudják magukat érezni. Petneházi Beatrix, a településrész önkormányzati képviselője örömét fejezte ki, hogy a sok egyeztetést és szervezést követően végre elkészült a közösségi tér. Őszintén remélem, hogy mindenki sajátjának érzi majd ezt a közösségi teret, és örömmel láttam már, és biztatok mindenkit arra, hogy hozzanak otthonról olyan játékokat magukkal, amit akár itt a ládában, a játékgyűjtő ládában el lehet helyezni, labdát, homokozós játékokat, vagy éppen könyveket a könyvtartó kis ládába, hiszen hogyha ahova hozunk valamit, az onnantól kezdve azt gondolom sokkal jobban megbecsüljük, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek közös együttgondolkodást. A faluközpontban található játszótér gyakorlatilag kihasználatlan volt, hiszen csak néhány darab eszköz volt a területen. A rendbetételnek és bővítésnek köszönhetően azonban örömmel használják az inotai családok kisgyermekei a különböző eszközöket. Mindenhonnan pozitív a visszajelzés, mindenki örül az újonnan telepített játszótéri eszközöknek, és örülnek annak is, hogy a területre helyeztünk egy 75 méter hosszú locsolótömlőt, illetve locsolókannát, ami azt a célt szolgálja, hogy a kiültetett növényeket életben tudjuk tartani a mostani szárazság idején is.
Nagyon bízunk abban, hogy ezek az eszközök ezek a területen maradnak, és reméljük, hogy akik látogatják a játszóteret, ők mind segítenek abban, hogy ezek a növények életben maradhassanak. Bárki használhatja, bárki locsolhatja ezeket a növényeket, azért vannak kint ezek az eszközök, hogy segítsenek nekünk. A játszótér egy közösségi könyvdobozzal, melyet bárki bővíthet, egy pelenkázóval, valamint két darab fedett, árnyékolt kerti kiülővel is bővült. Augusztus 3-a és 7-e között Ősiben tartotta 29. sátras edzőtáborát a várpalotai Főnix Dojo. A 70 fő részvételével zajlott táborban napi 3 edzésen vettek részt a karatékák, hogy az ővizsgán mindenki a legjobb formáját hozhassa. Nagy múltra tekint vissza a várpalotai Phoenix Dojo nyári edzőtábora. Az elmúlt 29 év alatt többször változott a helyszín, és egyre nőtt a résztvevők létszáma is. 29 évvel ezelőtt még Csőzpusztán Árvai Gábor vezetésével voltak az első táborok, még a tési Jászdi elágazóban lévő, akkoriban még az erőmű tulajdonában lévő kis házban ott voltunk néhányan, egy 11 néhányan kis sátrakkal, és ott indította el a Gábor Szempály ezt a hagyományt. Azóta minden évben csináljuk. Az első közel 20 évben Csőzpusztán voltunk, aztán azt kinőttük, egyre többen lettünk, akkor átmentünk Cseténybe, az általános iskolában ott voltunk szerintem 2-3 éven keresztül, mi akkor kezdődtek el utána a Csetényben az iskola felújítás, tehát azért jöttünk el, és végül is megtaláltuk ezt az ősi általános iskolát, és ezt a nagyon jó kis helyszínt. Mi nagyon jó, mert most már ez a 29. tábor, itt már 70-en vagyunk körülbelül, akik aktív karatésok, és plusz még egy-kettő, aki időnként bejár. Tehát ekkora létszámhoz már szükség van erre a teremre, illetve erre az infrastruktúrára, hogy több zuhanyzó, több mellékhelyiség, mert ez kell. A táborban napi 3 edzésen vesznek részt a karatékák. A reggeli könnyedebb bemelegítés után a délelőtt során technikai jellegű feladatokat, bázis és forma gyakorlatokat hajtanak végre, míg délután elsősorban küzdő gyakorlatok vannak. Az edzések többségét csoportbontásokban tartják, versenyzőknek, vizsgázóknak és gyerekeknek, így mindenki korának, tudásának és erőnlétének megfelelő tréningen vehet részt. Hagyomány a táborban, hogy az edzések mellett különböző kiegészítő programokat is tartanak, ilyen például a már több mint 10 éves múltra visszatekintő csőzpusztai erdei futóverseny, ahol a gyerekeknek körülbelül 1, míg a felnőtteknek 3 kilométeres távot kell teljesíteni. Az előző években vendégül láttak már egy aikido, illetve egy tékvándó edzőt, de ellátogatott hozzájuk Kóti László többszörös Ironman is. Idén pedig az első segélynyújtásról kaptak hasznos információkat a táborozók. Most volt itt az egyik karatékának az anyukája tegnap, aki a első segélynyújtásról és a különböző vészhelyzetekről tartott itt előadást. Egy ambubabával ki is lehetett próbálni a kompressziót, és soknak új volt, de szerintem erre szükség van, hogy ezt lássák. Ha nem is alkalmazzák, de tudják, hogy időnként mit kell bizonyos szituációkban csinálni, hiszen mégiscsak egy sport, mégiscsak történhetnek sajnálatos események, tehát nem baj, hogyha ezeket az emberek, gyerekek is, felnőttek is megtanulják, hogy akkor, ha nem is tud azonnal reagálni, de ezzel valami sejtése van, hogy mégis mit kell csinálni, vagy legalábbis kitől tud segítséget kérni, vagy mit kell neki csinálni. A tábor rendszerint övvizsgával zárul. A Kyokushin karatéban elért jártasság szintjét övfokozatok jelenítik meg. 10 tanuló és 10 mester fokozatot lehet megkülönböztetni, melyekhez különböző követelmény szintek és kivárási idők tartoznak. Eleinte csak 3 hónap, például aki 5. danra készül, annak már 5-6 év a kivárási idő. A követelmények pedig 3 részre osztható. Van egy erőnléti rész, amikor megvan szabva, hogy milyen fekvőtámasz, milyen felülés, milyen erőnléti feladatokat kell elvégezni. Van egy kihon, egy alaptechnika rész, amikor különböző állásokban kell különböző kéz-láb technikákat bemutatni, illetve forma gyakorlatokat, ezeknek a kombinációit, illetve a harmadik része az övvizsgának, az pedig a küzdelem.
természetesen, ahogy haladunk előre, egyre több így a vizsgaküzdelem is, emelkedik az erőnléti anyag is, illetve a technikai anyag repertoárja is emelkedik. És persze az övvizsgát azt úgy kell elképzelni, hogy nem csak azt kérjük, ami a következő fokozatra volt, hanem az eddig az összeset. A nyár a táboron kívül is a felkészülés jegyében telik. A közelmúltban Réfülöpön egy nemzetközi táborban is részt vettek a várpalotai sportolók, ahol 4 karatéka szerzett mesterfokozatot. Büszkeséggel mondhatjuk el magunkról, hogy 4 vizsgáztak danra. 2 megszerezték az első dan fokozatot, Baranyi Kati és Paplaci. 2 nagyon-nagyon régi karatés, akik végre elértek arra szintre, hogy feketővet köthetnek fel maguknak. 2. dan fokozatot szerzett Borsz Sándor, és 3. dan fokozatot szerzett Vancsek Andrea, azaz Szenszeinek lehet innentől őt is szólítani. És akkor, ha most ennek a tábornak véget ér, most már javánban zajlik a versenyfelkészülés, hiszen szeptemberben Debrecenben lesz az első válogatóverseny, az U16, U18 és U20 Európa-bajnokságra való válogatás történik, és hát van néhány versenyzőnk, akik komoly esélyekkel indulnak ezen a válogatóversenyen. Tervek szerint 3 fognak indulni ezen a debreceni versenyen, és szeretnénk, ha mind a 3 majd Bulgáriába az Európa-bajnokságon is bizonyíthatnának. Ifjúsági kategóriába indul Kis Mónika, aki évek óta az ország egyik kor és súlycsoportjában az ország egyik legjobb versenyzője. Junior kategóriában indul a Lucki Tamás, aki ugyancsak ezt lehet elmondani róla, és van egy újrakezdő fiatal ember, aki az U20-ban indulhat, ő van Cseh Kristóf. Reméljük, hogy neki is sikerül kvalifikálni magát az EB-re. Szent Donát a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje volt, ezért a Loncsos Szőlőhegy gazdái is hozzáfohászkodtak a városrészben található kápolnában, hogy jó legyen a termés és elkerüljék a különböző elemi csapásokat. Névünnepe a régi naptárban augusztus 7-ére esik, ennek alkalmából tartottak ünnepi szentmisét tavaly nyáron a Szent Donát kápolnában. Az eseményen Fódi Ákos plébános, Borbály Zoltán grafikus művész egyik alkotását is megáldotta. Donát a közép-itáliai Arezzo püspökeként 362-ben szenvedett mártírhalált. Legendája szerint kezéből egy mise alkalmával a pogányok kiütötték a szent kelyhet, ami a földre esett és darabokra tört. Donát összeszedte a kehely szilánkjait, az oltárra helyezte, majd imádkozni kezdett. A kehely darabjai hamarosan összefortak, és Szent Donát kezében ismét egyé váltak. Szent Donátnak a szőlősgazdák és szőlőskertek védőszentjének névünnepe a régi naptárban augusztus 7-ére esik. Ennek alkalmából tartottak ünnepi szentmisét. Mint tudjuk, a várpalotai Szent Donát kápolna itt van a Loncsos Szőlőhegyen, ugye egykor szőlőhegy volt, és nem véletlenül építették ide az 1700-as években ezt a kis barokk kápolnát. A történetéről egyébként keveset tudunk ennek a kápolnának, azonban érdekesség, hogy Nagy Gyula várpalotai festőművész is annak idején egy Szent Donátot ábrázoló oltárképet készített ide a kápolnába. Ennek sajnos nincsen már nyoma, csak dokumentumokban lelhető fel erről ez a történet, és ez adta az inspirációt a Loncsosi Városrész önkormányzati képviselőjének, Csővári Zsófia Rékának, az önkormányzattal, illetve Campanári Talabér Márta polgármester asszonnyal egyeztetve, hogy készüljön ide a kápolnába egy oltárkép, és felkerestük Borbás Zoltán grafikus művészt, aki a palotai alkotók körének a tagja, és nagyon szívesen vállalta, hogy elkészíti.
A loncsosi kápolnában kap helyet Borbás Zoltán grafikus művész Szent Donát című alkotása, melyet Fódi Ákos plébános meg is áldotta a Szent Mise keretében. A két világháború között Szent Donát napján augusztus 7-én körmenettel és Szent Misével ünnepeltek a városlakók. A II. Világháború után kialakult politikai helyzet azonban nem tette lehetővé, hogy ez a hagyomány folytatódjon. Ezt kívánják most feleleveníteni, mondta el Sárváriné Rieder Zsuzsanna, művelődési menedzser. Jó lenne, és erről beszéltünk is a katolikus egyházzal, hogyha a Szent Donát hagyományokhoz kapcsolódó körmenetek, mind felnőttekkel és gyerekekkel, hiszen itt van a Nepomuki Szent János iskola is, és az ő tantestületükkel, tanuló közösségüknek a bevonásával ez egy jó alapot adhatna arra, hogy ezek a hagyományok, amik a II. Világháborúval sajnos véget értek, hogy ismét feléledjenek és gazdagítsák Várpalota egyházi, de kulturális programjait is. A loncsosi városrészben található Szent Donát kápolna történetéről keveset lehet tudni. Polonyi István 1927-ben saját költségén tetetett harangot a kápolna tornyába. Az épületet az évtizedek során többször is felújították. A II. Világháború után Steixner Antal plébános, 1999-ben pedig Nagy Károly plébános szervező munkája nyomán rekonstruálták. 2017. augusztusában új tetőt és harangot kapott a kápolna, önkormányzati és civil összefogással pedig rendszeresen szépítik környékét. Tavaly nyáron is Várpalota adott otthont a Magyar Tereprali Világkupa futam Hungarian Baha sorozatának. A rangadó napont verseny élmezőnyét 22 ország összesen 93 indulóját láthatta a közönség, ahol autók, motorok, illetve kvadok harcoltak a győzelemért. Kvalifikációs szakasszal majd a Turivár előtti hivatalos rajtceremóniával kezdődött pénteken a 19. Hungarian Baha tereprali, melynek részeként az autós az FIA Baha Európa kupában, míg a motoros mezőny az FIM Baha világkupában mérettette meg magát, és persze a viadal része volt a hazai országos bajnokságnak is. Minden adott ahhoz, hogy az idei Hungarian Baha tökéletesen jól sikerüljön, hiszen Várpalota gyönyörű város és különösen szép a megújult Turivár környéke is, mondta a Hírcentrum kérdésére a verseny főszervezője Garamvölgyi Zoltán hozzátéve. Óriási hőségre számítanak, de a partnereik nagyon sokat segítettek a pályák előkészítésében és az utómunkálatokban. Mindemellett a szakaszok végén hideg vízzel várják a versenyzőket. Én nagyon arra számítok, hogy ez meg fogja tizedelni a mezőnyt, ez a nagy hőség. Ugye nemrégiben volt itt a Veszprém Rally is, még annak az úthálózata azért még nem került helyreállításra teljesen, így hát azért egészen erős sziklák állnak ki helyenként, illetve hát ez a mai 37 fok, ez azt gondolom, ez nem sok jót mutat így az előzetes időjárás előjelentésben is. Így hát egyébként készülünk is, hogy minden szakasznak a végén fagyasztott hideg vízzel várjuk a versenyzőket, nyilván nem kell, hogy megígyák, de hogy tudjanak egy kicsit regenerálódni, és ezért ezt fogjuk osztogatni. És hát a sok partnerünknek köszönhetően én azt gondolom, hogy ez egy igazán jó verseny tud lenni. Meleg lesz, nagy por és ember próbáló hosszú szakaszok, ami talán könnyebbség, hogy az idén a motorosok rajtolnak elsőként a pályákon, fogalmazott a Hungarian Baha versenyközpontjához szolgáló Turivárban tartott sajtótájékoztatón a motoros versenyigazgató Falicsi János. Szerintem ez a idei verseny extrém módon kihívást elé fogja állítani a versenyzőket. Nem csak az, hogy a terep igazából egy olyan terep, ami nagyon-nagyon meg fogja rostálni a mezőny, de a nagy meleg és a hőség, ez még egy plusz nehézségi fokot ad a versenyzőknek, és reméljük, hogy a vasárnap este mindenki be tud érni a célba, és úgy fogja érezni, hogy ez egy szenzációsan nagy kihívás volt, és ezt meg tudta teljesíteni, de azért igyekszünk, hogy kihívás elé állítsuk őket. A sajtótájékoztatón a tereprali világhírű versenyzői is beszéltek korábbi tapasztalataikról, arról, hogy milyen elvárásokkal és milyen stratégiával indulnak a versenyen, illetve arról is, hogy véleményük szerint mitől nehezebb a magyar baha. A verseny szombati napja meglehetősen nagy kihívás elé állította a mezőnyt.
a technikás és gyors szakaszokkal, valamint ugratókkal teletűzdelt európai viszonylatban is nagyon hosszúnak számító 137 kilométeres pályát kétszer teljesítették a versenyzők. A motoros mezőnyben a szlovén Toni Mulek, a kvadosoknál a szlovák Juraj Varga, míg az autósoknál a litván Benediktas Vanagas várta az érről a zárónapot. A Turivár elég ördültek be végül járgányaikkal a vasárnap délután megtartott ünnepélyes díjkiosztóra a verseny legjobbjai, akiknek Campanari Talabér Márta polgármester adta át a kupákat. Jól döntöttünk, amikor néhány évvel ezelőtt Mária Gyuri javaslatára befogadtuk a Hungarian Bahát, amely azóta végleges otthonra talált Várpalotán, emelte ki a város polgármestere hozzátéve. Várpalotán nagy hagyománya van az autó- és motorsportoknak, ebből adódóan a lakosság nagy része elfogadó a tereprallit illetően, amely jó és üdvözlendő sportesemény városunkban. Garamvölgyi Zoltán köszönetét fejezte ki a várpalotai városvezetésnek és a támogatóknak a rendezvény létrejöttében nyújtott segítségükért. A verseny főszervezője mindemellett hangsúlyozta, a Hungarian Baha Tereprali Világkupa mezőny otthonára talált Várpalotán. A motorosoknál Toni Mulek, a kvadosoknál Juraj Varga, míg az autósoknál Benediktas Vanagas győzelmével ért véget a 19. Hungarian Baha, amelynek zárónapján két 66 kilométeres szelektív szakasz teljesített a mezőny. Várpalota mellett Veszprém vármegye és Budapest egyéb nevezetességeit is megismerhették azok a petrozsényi fiatalok, akik tavaly nyáron vendégeskedtek városunkban. Az erdélyi testvérváros általános iskoláiból érkezett, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulókat, Campanari Talabér Márta a polgármester is fogadta a városházán. Hosszú évekre tekint vissza a romániai Petrozsény és Várpalota között lévő testvértelepülési kapcsolat. Ennek egyik fontos pillére a két város közötti cseretáborosztatás. Ennek jegyében érkeztek Várpalotára Romániából hétfő délután fiatalok, majd ugyanazzal a busszal várpalotai gyerekek is útnak indultak kedd reggel a Hunyad megyei településre. A várpalotai városházán Campanari Talabér Márta polgármester köszöntötte a petrozsényi gyerekeket és kísérő tanáraikat. A városvezető elmondta, az elkövetkezendő napok változatos programjai remélhetőleg sok jó élménnyel fogja gazdagítani a vendégeket, hiszen Veszprém megye és Budapest nevezetességei mellett Várpalota is egyre több szép és érdekes látnivalóval rendelkezik. Öt iskolából a legjobb gyerekek jöttek el Petrozsényből, tehát ők ezt jutalomként kapták, hogy Várpalotára jöhetnek táborozni, és nagyon fontos, hogy magyar gyermekek is vannak, de román gyermekek is vannak, hogy minél többet megismerjenek a mi kultúránkból. A Várpalotából is természetesen, ez az elsődleges, de egy kicsit a megyével, illetve az országgal is ismerkednek, illetve természetesen nyáron a Balaton sem kihagyható számukra. Nagyon várták, úgyhogy azt reménykedünk, hogy élményekkel teli egy hetet tudunk nekik biztosítani, és természetesen az együttműködést a várossal pedig ezáltal erősíteni. Minél többen jönnek el hozzánk, ugye most már a évtizedek alatt több százra tehető a számuk azoknak, akik jártak Várpalotán. Azt gondolom, hogy annál inkább meg tudjuk könnyíteni az ottani együttélést is magyarok és románok számára egyaránt. Hiszem, hogy ez a hét csodás emlékeket fog a szíveinkben megőrizni azoknak is, akik már voltak itt, és azok is, akik még újak. A vendégségbe érkezett fiatalok között van olyan is, aki már nem először jár Várpalotán. Zsoltnak nagyon tetszik a város, azt mondja, eddig minden Várpalotán tett látogatása alkalmával talált új és érdekes dolgokat. A várban sokszor is voltunk már, de viszont az újításoknak, amiket nemrég csinálhattak, sokkal érdekesebb, sok új dolgot tudtunk megtudni a magyar történelemről, ami elképesztő.
A gyerekeket a Petrozsényi Mihály Eminescu főgimnázium aligazgatója is elkísérte, aki második alkalommal táboroztat diákokat Várpalotán. Az iskola, ahonnan Balázs Amália érkezett, több éve ápol testvériskolai kapcsolatot az egyik itteni tanintézménnyel. Ebből fakadóan több alkalommal is járt már kollégáival Várpalotán, de szűkebb családi körben is ellátogattak már városunkba. Most a gyerekekkel elsőként a Túri várat tekintették meg. Amália szerint azért fontosak az ilyen jellegű cseretáborok, mert a fiatalok így testközelből ismerhetik meg egymás történelmét és kultúráját. A petrozsényi gyerekek is megismerik jobban a magyar kultúrát, a román gyerekekre mondom, a magyar gyerekeknek pedig egy többletet nyújt, mivel van itt most a gyerekek között két magyar tagozatú gyermek is. Fontos nekünk a gyökereket. Tudjuk, hogy honnan jönnek a gyökereink. A gyerekeket a várpalotai zöld tanodában szállásolják el. A Turivárban tett keddi látogatást követően a hét további részében egy pápai élményfürdőzés mellett többek között egy budapesti kirándulás, balatoni strandolás és egy állatkerti séta is vár Veszprémben a táborozókra. Halászlé főzőversenyt és baráti találkozót tartott tavaly augusztusban a Rákóczi telepi baráti kör. Az eseménynek a korábbi hagyományokhoz híven ez alkalommal is a Rákóczi telepi tagiskola adott otthont. Sok éves hagyomány a Rákóczi telepi baráti kör életében, hogy nyáron egy szórakoztató baráti eseményre hívják és várják a tagokat, valamint a városlakókat. A korábbi plécsárda nap helyett idén egy halászlé főzőversenyt és baráti találkozót hirdettek az érdeklődőknek. Hosszú éveken keresztül, körülbelül 10 éven keresztül tartottunk plécsárda napot. Szép fejlődési kort mutattunk, és szebb és szemnél szebb rendezvényeket tartottunk. Aztán jött ez a pandémia időszak, ami kihagyás, és most úgy gondolom, hogy egy kicsit visszafordulunk az irányba, ami volt, de nem megy egyik napról a másikra. Hihetetlen energiára van szükség, pénzről nem is beszélve, és úgy gondoltuk, hogy most rendezünk egy baráti találkozót, amit összekötjük egy kellemes a hasznossal, egy kis főző versennyel, és most a mai napon halászlét főznek a csapatok. Kicsit csalódott vagyok a csapatok indulásának a számával, mert jelentős számú csapat jelentkezett, és nagyon sokan az utolsó pillanatban lemondták. De én úgy gondolom, hogy a baráti kör azért baráti kör, mert mi tudjuk ezt pótolni magunk között, tulajdonképpen ez is a cél. Aktív időszakot tudhat maga mögött a civil szervezet. Rendszeresen szépítik az Alsóvárosban található Szent Borbála teret, valamint már készülnek a bányásznapra és az őszi klub délutánokra is. Az egyértelműen látszik, hogy azokat a rendezvényeket, amelyiket a Szent Borbála téren meg lehet csinálni, bármi is fordul elő, tehát a Szent Borbála napot, a bányásznapot, a levendula napot, a húsvéti napot, a karácsonyi ünnepségeket, ezeket megtartottuk az elmúlt években is, ha egy kicsit szolidabb körülmények között is, de jelentős fejlődés mutatható ki a téren. Sokat dolgozunk ezért, sajnos nagy veszteségeink is vannak, mert sokan elhunytak a tagjaink közül, és idősödik a társaság, de próbáljuk szinten tartani magunkat. Az őszre is tervezünk klub délutánokat. A versenyzők munkáját egy háromtagú zsűri figyelte már egészen az előkészületektől. Nagyon szimpatikus csapat állt össze a zsűrizéshez. Sipos Tamás önkormányzati képviselő lesz a zsűri elnöke. Zöld Istvánné lesz az egyik zsűritag, és Zergi Orsolya meg a másik zsűritag. Úgy gondolom, hogy ők olyanok aztán igazából, hogy meg tudják ítélni azt kinézetre is, figyelik a kezdetek kezdetétől, ahogy elkezdtük darabolni a halakat, és feldolgozni, és főzni, tehát nem csak a kész ételt díjazzák, hanem a teljes menetet és a végeredményt. A jó hangulatú halászlé főző versenyen első lett Pálfi László és csapata, a második helyen végzett a Mr. és Mrs. páros, a bronzérmet pedig a Rákóczi telepi baráti kör vihette haza.
Templombúcsút tartottak tavaly augusztusban a várpalotai nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban. Az ünnepi szentmise szónoka és főcelebránsa Barsi Balázs ferences szerzetes volt. A katolikus egyházban a templombúcsút általában a templom védőszentjének, patrónusának napján ünneplik. A várpalotai nagyboldogasszony templombúcsúját így augusztus 15-én tartották, mely egyben Mária mennybevételének napja is. Fontos, hogy egy búcsúünnep a közösségnek egy élő ünnep legyen, a közösségnek az összetartását jelentse. Itt az azt jelenti, hogy egységben, Istennel egységben, a védőszentjével ünnepelje a közösség élő módon, örömmel a templomnak a titulusát, a templomnak az ünnepét, és ezért fontos, hogy készüljünk erre az ünnepre lelkileg, testileg, és a szentmiséhez kapcsolódva az ősi hagyomány szerint a szeretett lakomát is megtartsuk. A nagyobb búcsünnepeken szokás, hogy szónokokat hívnak meg. Ezúttal a szentmise fő celebránsa, Barsi Balázs ferences szerzetes volt, ezzel is emelve az ünnep méltóságát. Tulajdonképpen Máriáról mi azt valljuk, amit minden keresztény, míg akik a Máriát nem is annyira szeretik, azok is várják a világ végén, hogy Isten az ő művét azért nem hagyja elveszni. Már a proféták is jövendenek arról, hogy Isten teremtő, és az emberiséget újjáteremti, nem veszünk el, mi nem a lelkünk tovább élésébe reménykedünk csak, hanem azt mondjuk, ha hiszek egybe, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet, és azt mondjuk, hogy ezt Mária ebben már részesült. Azt mondja Szent Pál, hogy mindenki akkor, amikor rákerül a sor. Krisztus majd az idők végén mind, hát úgy látszik, az ő édesanyját előbb részesítette ebbe. És ez a reménység, amit a kereszténység táplál, azért ez nem utópia. Egyrészt számunkra ez a jövő megtörtént már Jézusban. Szent Pál is azt mondja, hát az ő teste ugyanolyan volt, mint a mi testünk. És hogyha ő harmadnap múlva dicsőségre támadt, nem visszajött a földre. Tehát mi nem azt ünnepeljük a föltámadásban, amint Lázár föltámadása, vagy a Jairus kislányának a föltámadása, hogy visszajöttek a földre. És akkor újra meg kellett halni. Hát akkor Jézus mit adott nekik? Valószínűleg ajándékba azt adta Lázárnak is, az ő barátjának, hogy érje meg az ő föltámadását, amelynek majdnem semmi köze ahhoz, amit általában a föltámadásnak neveznek. Tehát nem visszajön, hát akkor Pilátus újra elfogadta volna. Az életet nem újra kezdi vagy folytatja, hanem egy más minőségű életbe emelkedik bele. Barsi Balázs atya a prédikációjában beszélt a teremtésről. Mint mondta, a nem létezés és a létezés között nincs átmenet, feltételez egy teremtő Istent. Az ember elszakadt az isteni szeretettől, Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy újra összekapcsolja az emberiséget a teremtővel. Kedves testvérek! A hitben van egy nagy logikai összefüggés. Az Isten nagy művével legnagyobban a kisebb, abban kisebb, abban legkisebb, abban minden, abban benn vagyunk, mi a mindenben együtt, csak többi. Na most, hogy ezeket mi szétszedjük, akkor ez egy beteg hit lesz. Ez félelmetes kísértéseken van. Nagyon vigyázzunk el. Barsi Balázs atya szerint az embereknek újra meg kell találniuk a teljességet. Éppen ezért a keresztények a szűzanya titkát soha nem nézhetik Jézus titka nélkül, a Szent Háromság titka nélkül, a teremtés és a megváltás titka nélkül.